Köszönöm Istenem az édesanyámat, amíg ő véd engem, nem ér semmi bánat. Körülvesz vérasztó áldó szeretettel, értem éjjel-nappal, dolgozni nem restel. Áldott teste, lelke, csak értem fárad. Köszönöm Istenem az édesanyámat. Kalmár Dezsőné a Berettyóparti Nyugdíjasok Egyesületének tagja Dzsida Jenő versével továbbította Pikó Gyuláné Magdika az Egyesület elnökének anyáknapi jó kívánságait. Az édesanyákat, nagymamákat, illetve dédnagymamákat ünneplő május 6-ai alkalom résztvevőit Bónáci János köszöntötte. Az alpolgármester kiemelte, május első vasárnapján az anyákat, az anyává válást és az életet ünnepeljük. Nélkülük, édesanyák nélkül nem volna élet, nem lenne jövőnk, nem lennének értékeink. Az anyák ünneplése egyben a születés, a gyermekek, a gyarapodás, a jövő ünneplése is. Önök, ők a társadalom magját jelentő család teremtői, működtetői, az édesanyák nem csak láthatatlanul, észrevétlenül hordozzák vállukon mindannyiunk lelki terheit, gondjait, de megteremtik azt a melegséget, otthont, elfogadást és befogadást, ami nélkül rideggé, igazi otthon nélkülivé válna ez a világ. Képesek életet adni, megteremteni az anyagi és szellemi lét egységét. Ők azok, önök azok, akik igazán ismerik a legerősebb érzéseket, a legnagyobb boldogságot és a legmélyebb fájdalmat is. Közösségünknek elsődleges feladata az édesanyák, a nagymamák, a dédmamák boldogulásának a támogatása. Hiszen ha őket, önöket segítjük, ezzel a gyermekeket és a szülőket is segítjük. És fordítva is igaz ez. Ha a gyermekeket és az idősebb korosztályt segítjük, azzal az édesanyák boldogulását, boldogságát is elérhetjük. Hiszem, hogy Berettyóújfaluban jó gyermeknek lenni, jó gyermeket vállalni és jó anyának lenni is. Az a feladatunk, és személy szerint nekem is, hogy olyan közösséget építsünk, ahol biztonságban tudhatjuk gyermekeinket, szüleinket, önöket, édesanyákat. Ahol megvédhetjük az anyukákat, a nagyikat, a gyermekeket. Ahol a közösség egymást támogató ereje megbonthatatlan. Ahol van lehetőség tanulni, nevelni, egészségben megélni az életünket. Mindezt itt helyben, a közösség érdekében. Az anyák, a nagymamák, a dédik és a gyermekek érdekében. Magyari József a Berettyóparti Nyugdíjasok Egyesületének titkára köszöntőit azzal kezdte, minden évben van egy mindenki számára kedves nap, amikor azokat a hölgyeket ünnepeljük, akiket anyának hívhatunk. Anya, mama, ezek azok a csodálatos szavak, amit életünk elsőként kimondunk. A gyerekek, a felnőttek szívében az én asszonya különleges helyet foglal el. Ő az, aki számára kortól függetlenül mindig mi vagyunk a gyerekei. Mi vagyunk a legfontosabbak, mi vagyunk az elsők. Örömöket, bánatunkat mindig megoszthatjuk, abban mindig bízhatunk. Ő az a személy, aki minden körülmények között képes összetartani egy családot, aki jelenléte, gondoskodása, életünk fontos része, és aki aggódik állandóan miattunk. Az anyáknapi délutánon résztvevők napját a virágok mellett változatos előadások tették még színesebbé. Az Egyesület tagja Daróczi Lajosné saját versével, a Kacorci Tera együttes tagjai pedig zenés csokorral köszöntötték az ünnepelt édesanyákat. Az alkalom a Berettyóújfalui Vasenő óvoda és bölcsöde Rákóczi tagóvoda ovisainak vidám, változatos előadásával zárult. A gyermekek a művelődési ház színpadán perdültek táncra, hogy az anyukákat és a nagy, illetve dédmamákat köszöntsék.
sétabálcán és lépvidára. Gyöss a napkellőből, csodott kuhá. És így elvesztve jár a régi jazz-re Charleston, mert ma ez a sík,